Sok szeretettel köszöntök mindenkit a harmadik webes szemináriumon, a hat alkalomból, mert hogy mint kiderült, hat alkalom lesz végül, és nem csak öt. A következő két alkalommal, tehát pontosabban három alkalommal elég mélyre ásunk a biológiában, és itt lesz az első előadónk Kovács Barnabás, aki a felszínborítottság és a művelési módok hatásait, a rizoszférára gyakorolt hatásait fogja bemutatni. Ha megengedtek két gondolatot, én egyszer volt szerencsém a Barna egyik óráján még ilyen Covid első, második hullámban online előadást tartani, bár már akkor éreztem, hogy ennek fordítva kéne lenni, és inkább Barnának kéne beszélni a mi valamelyik előadásunkon, de hát ez nem váratott sokat magára, és meg is valósult, úgyhogy Barni, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Úgyhogy a következő 45-50 percben elég mélyre fogunk merülni szerintem a talajbiológia bugyraiban, illetve a különböző biostatisztikai dolgokban. Örülök, hogy megint több mint 75-en vagyunk itt, úgyhogy elég magas nézettsége van folyamatosan ennek a sorozatnak, illetve már 80-an. Amit én szeretnék majd kérni, hogyha kérdésetek van, akkor ne a chatben legyetek szívesek, kérlek feltenni, hanem van a question and answer nevű kis két szövegbuborékkal jelölt panel, oda lehet beírni, mert ott sokkal könnyebben tudom rendszerezni, valamint majd a Péter és Tamás kollégáim is segítenek abban, hogy kiválogassuk azokat a kérdéseket, amelyeket a végén Barnának felteszünk. Ennyi technikai információt szeretnék én kérni, és akkor én le is veszem a megosztást, Barna, kérlek szépen a saját előadás sorodat befűzni, és akkor szerintem belevághatunk a történetbe. Jó, remélem, hogy jól hallható vagyok, és az előadás is látszik. Látszik az előadás, hallunk is, téged is látunk, úgyhogy én el is némulok. Tiéd a szó, köszönöm szépen előre, és köszönjük. Én is köszönöm szépen a felkérést, és hát az előadás témája az lehetne akár száraz is, de én nagyon remélem is igyekezni fogok, hogy az akadémikus nyelvezet tehát nélkülözve, vagy inkább azt konvertálva, egy ilyen gyakorlatias előadás legyen ez mégiscsak, hiszen a kiindulási pont is egy gazdálkodói szemlélet volt a részemről. Szőlőtermesztéssel foglalkozó család, több mint 10 évvel ezelőtt, egy 10 hektáros ültetvény, és ugye ez egy kicsit magyarázva is itt a középső képet, mert hogy gombákról, nematódákról, vagyis vonalfegekről és sorköztakarásról is lesz szó, birkákról kevésbé, de az a terület, amely a gondolatindító volt, amikor az első kutatást megkezdtem még BSC-s hallgatóként, az egy olyan ültetvény volt, amelyben birkák legeltek. És azt gondoltuk, hogy az a szőlőültetvény, ez 10 hektár volt bekerítve, és magas művelésre felvéve, ahol nem érték el az őshonos racka juhok a vegetációs szakaszban sem a szőlőt, így nem tudtak benne kárt tenni. Ez egy tökéletes, nagy diverzitású ökológiai ültetvény, mert hogy minősített ökológiai termelést is folytattunk, és hogy a mi talajunknál jobb nem is lehet, és ezért aztán nagyon meglepődtünk, amikor egy gyökérmetszési beavatkozással, ami ugye egy altalajlazítógépnek a végighúzása volt a sorközökben, sikerült volna kipusztítani ezt az ültetvényt. És akkor kezdtük el keresni az okát mindennek. És amikor az okát kerestük, akkor szakirodalmat böngészve, édesapám és én, akkor oda jutottunk, hogy itt mindenképpen a rizoszféra közösség, illetve a rizoszféra közösség és az abiotikus környezet egymásra hatása, illetve a nálunk felelhető negatív körülmények voltak azok, amelyek ezt okozták. És hogy mit is jelent ez az esetünkben, ez azt jelentette, hogy rendkívül tömörögött és levegőtlen talajunk volt, mert hogy a birkák, a juhoknak a legelése az tömörítette a feltalajt, és így amellett egyébként olyan nedvesség, ugye a csapadék beszivárgása is akadályozott volt, emellett a levegőtlenségből fakadóan olyan mikroorganizmusok szaporodtak föl, amelyek a sebzett gyökéren keresztül, ugye az általunk, a művelőeszközünk által szétszakított, és egyébként vastag gyökérzet. Tehát a gyökérzetnek vastag és nagy átmérőjű részét is átszakító gyakorlatunkkal gyakorlatilag elősegítettük a bejutását a patogéneknek. És elkezdett minket foglalkoztatni a kérdés, hogy vajon a művelés módunkkal mi ezt tudjuk-e aktívan befolyásolni. Tehát azt, hogy
milyen mikroorganizmusok potenciálisan milyen veszélyt jelentsenek a mi növényeink számára. És akkor ugye itt érünk el oda, gyakorlatilag megválaszolva a kérdést, hogy miért is érdemes foglalkozni egy növénytermesztőnek a rizoszférával kiemelten, hogy ezek a mechanizmusok, ezeknek a mechanizmusoknak a megértése gyakorlatilag a növényvédelmi, talaj alatti növényvédelmi kitettségnek a kulcsaihoz vezetnek. Itt van baloldalt egy nagyon jó sematikus ábra, amely azt ábrázolja, hogy mennyi minden kölcsönhatás van a növény és a rizoszféra alkotó mikróba közösség között, és ugye ez nem csak mikróba közösségre szűkíthető le, hanem fauna alkotókra is. Jobb oldalt a másik sematikus ábra, az pedig ugye azt mutatja be, hogy a gyökérzeten, tehát ugye ennek a keresztmetszetét látjuk, a gyökérzet mely zónája, ugye feketével kijelöli a rizoszférát, és ezen belül pedig a rizoplánt, amely egyébként a legaktívabb zóna, és ez egy ilyen nyálka réteggel van bevonva, és itt ezen a zónán keresztül tud a növény gyakorlatilag, mondhatjuk úgy is, hogy kommunikálni, de elsősorban a legérdekesebb funkció az az, hogy különböző aktív befolyásolás, tehát különböző mechanizmusú manipulálásával ennek a mikroba közösségnek a növény tudja a saját környezetét alakítani. Tehát tudja serkenteni az olyan mikroorganizmusoknak a felszaporodását, illetve a megjelenését, amelyek segítik az ő tápanyagfelvételét, avagy javítják a gyökérzet erőrejutásának a lehetőségét azáltal, hogy lebontó szervezetként akár a áthatolhatatlan egyébként a növény számára nehezen vagy nem áthatolható zónákba is bejuttatják ezt. Tehát a mikróba közösség az, amely a növény aktívan alakít, és ezt teszi lehetővé a túlélését. Erre nagyon izgalmas kísérletek is vannak egyébként, magunk is folytattunk ilyet itt a volt kertészeti tanszéken. Ez a bemutatkozás volt talán elmaradt, hogy én itt a Georgikonon dolgozom, ami most a Magyar Agrárési Tudományi Egyetemhez tartozik. És itt a szőlészeti kutatások révén itt folytattunk olyan tenyészedélyes kísérletet, ahol például előttük ezt a mikróba közösséget, és vizsgáltuk, hogy hogyan bírja, milyen toleranciával rendelkezik ezt követően például egy méztűrő alany egy meszes közegben. De hogyha visszakanyarulunk a természetes közeghez, és azt mondjuk, hogy a talajban mivel találkozhat a növény, akkor azt figyelhetjük, még csak párat kiemelve, hogy a mikrobióta ugye amellett, hogy egyébként patogenitás, tehát patogén funkciókkal is felléphet a növény ellen, ugye ez az, ami a kiinduló, a saját kísérlet kiindulási alapja is volt, hogy patogénként léptek fel a mikroorganizmusok, amellett ugyanezeket más mikróbák, antagonista mechanizmusok mentén kontrollálhatják aktívan vagy passzívan, itt később lesz majd szó a szupresszivitás fogalmáról, és akkor egy kicsit mélyebben belemegyünk ezekbe a mechanizmusokba, illetve ugye segíthetik a tápanyag felvehetőséget, és például ugye extrém abiotikus körülmények mentén, tehát például magas pH esetén, messzesebb talajokon például segíthetik egyes egyébként fel nem vehető tápanyagok felvételét. És fordítva, a növény is befolyásolni képes ezt a mikróba közösséget, és ezáltal közvetetten egyébként a fauna alkotó, tehát az edofon összességét, így aztán a magasabb szerelődési szinten lévő élőlények összetételét, diverzitását is. Ha megnézzük egyébként azt, hogy a rizoszféra és a gyökérmentes talaj összevetve, egymáshoz hasonlítva, milyen relációban vannak, akkor láthatjuk, hogy a rizoszféra sokkal aktívabb zóna, tehát a mikrobiális közösség mennyiségét tekintve is, láthatjuk itt ezek azok az arányszámok, tehát egy akár 50-szeres mennyiségben is lehetnek a baktériumok, vagy a gombák esetében is egy jelentős többlet van, tehát ez egy rendkívül, és ugye ez Dobos Endre előadása is elhangzott, hogy maga a rizoszféra az azért kulcskérdés, meg a növényi gyökérzetek jelenléte a talajban, mert hogy ezek a legaktívabb mikrobiológiailag és biológiailag aktívabb zónái a talajnak, így aztán a növény gyökérzet hiánya az összes folyamatot lelassítja, és
ez a gazdálkodónak egy, mondhatjuk úgy, hogy egy szövetséges elvesztését jelenti. Tehát, hogyha az Edafon diverzitása, illetve denzitás értékek csökkennek, akkor az többnyire a gazdálkodónak egy bevételkiesés jelent potenciálisan, pontosabban spórolási lehetőséget is jelent, hiszen a tápanyagok mobilizálása révén segítségre van a gazdálkodónak. És akkor itt a következő ábrán láthatjuk egyébként azt, hogy a talaj összességében egyébként maga, ezek az Edafon alkotók 0,25-0,35%-át alkotják csak. Tehát úgy mobilizálják, úgy végzik el a mineralizációt, és számos hasznos funkciót töltenek be, hogy így kis mennyiségét jelentik biomasszába számolva, vagy mérve a talajnak. És akkor a már említett szupresszió kérdése. A szupresszivitás az jelenleg, de mondhatjuk úgy, hogy az elmúlt pár évtizedben kicsit kikopott a használatból, mind az akadémiai szférában, mind a köznyelvben való használatból. A szupresszivitás ugye ellenálló képességet jelent, tehát azt a képességét a talajnak, hogy a patogéneket elnyomja. És ugye ez nyilván nem a talajnak, úgy értve, hogy nem egy abiotikus közegként képzeljük ezt el, hanem hogy maga a talaj egy olyan közeg, amelyben a mikróbák, illetve az abiotikus paraméterek olyanok, hogy a potenciálisan a növényeket károsító, kórokozó organizmusok ne tudjanak olyan, akár az, hogy olyan denzitást elérni, vagy akár az, hogyha jelen is vannak, ne tudjanak patogén aktivitást kifejteni, vagy ha igen, akkor sem olyan mértékűt, amely mondjuk letális, vagy jelentős gazdasági kárt okozna a termelőnek. Tehát a szupresszív vitás az a kérdés, ami megvan valakinek a talajában, vagy nincs. És ennek ismerete alapján tudja eldönteni, például visszakanyarodva a mi példánkhoz, hogy ha az ő talaja az megfelelő szupresszivitással rendelkezik, akkor megtehet egy ilyen gyakorlatot, tehát mehet egy altalazítóval, és elszakíthatja egy álló kultúrába akár a vastag gyökereket is, bár nem biztos, hogy ettől függetlenül jól jár vele, mert hogy a szupresszivitás következtében a patogének nem fognak tudni fellépni olyan hatékonysággal, ami jelentős gazdasági kárt okozna a növényben. Viszont egyébként a gyökérmetszés pozitív hatásai meg tudnak érvényesülni, így aztán többet nyer, mint amennyit veszít egyébként a ettől függetlenül azért fellépő, ám nem letális mértékű kórtétel károkozással. Azt láthatjuk egyébként, hogy a szupresszió többféleképpen kategorizálják, és van egy természetes szupresszió, amelynek vannak specifikus és aspecifikus formái. Az aspecifikus formák azok általában a tápanyagokért való kompetíció, tehát az antagonizmusnak egy ilyen formája, illetve az abiotikus paramétereknek a megléte az, amely tudja biztosítani, míg a specifikus az általában a kórokozót specifikusan mikróbák által vagy növény által kiválasztott másodlagos metabolitok segítségével való kontrollálása. És azt is láthatjuk egyébként, hogy a talaj, tehát erről az ábráról láthatjuk az is, hogy a talaj, a rizoszféra, illetve közvetlenül, hogyha a gyökér, mert ugye itt megtörténhet az is, hogy a gyökérbe bejutva történik a kórokozás, milyen reakciók játszódnak le az adott közegben, annak érdekében, hogy ezt a potenciális kártértet, kórokozást blokkolja a rendszer. Itt, és akkor ez a rendszer, ez egy kulcskérdés, és ez a kulcsfogalom, tehát hogy a rendszerben való foglalkozás. Itt ki lehet választani egyes indikátor szervezeteket, azonban majd láthatjuk, mert az egész kutatás végül is részben erre irányult, hogy meg találjunk ilyen indikátor szerveteket. Folyamatosan, ugye kompromisszumosan lehet csak a rendszerből egy-egy alkotót kivenni, és azt mondani, hogy ő a kulcsfigura. Itt még jobb oldalt föl láthatjuk egyébként, hogy a szupresszivitás fogalma az újra egy reneszánszát éli a legalábbis az akadémiai szférában, hogy 2010-től született a témában a 65%-a a publikációknak, tehát az azt jelenti, hogy mostanában újra elkezdtek ezzel foglalkozni, és ez nem független például a talajok nemzetközi évétől, vagy
És akkor a szupresszivitáson belül is a talaj a szupresszivitással foglalkozás, ugye ennek humán patogén aspektusai is lehetnek, tehát manapság viszont elkezdtek ezzel fokozottan foglalkozni a kutatók. Itt láthatjuk megint csak az egymásra ható rendszert, tehát amikor azt látjuk, hogy előnyös mikroorganizmusok, amelyek a szupresszivitásban szerepet játszhatnak, a RU, tehát a gyökér exudátumok, a gyökér által kibocsátott olyan vegyületek, amelyek mindezt befolyásolják, az itteni folyamatokat is már korábban említésre kerültek, illetve azok a talajlakó elsősorban gomba, patogén gombák, amelyek egy növényt károsítani képesek. Ugye azt azért így zárójelben érdemes elmondani, hogy nagyjából 2-3%-ára írja a szakirodalom azt a gombáknak, hogy képes patogénként fellépni a növényekkel szemben. Azonban egy legyengült ellenálló képességű növény rendkívül sok opportunista patogén mikroorganizmussal is találkozhat, amely ugye például legyengültség az okozhatja egy olyan beavatkozást, mint amit mi is végeztünk. És akkor a már említett nehézség, hogy ott állunk, hogy mi szeretnénk megtudni, hogy a talajunk szupresszíve vagy sem. Választani kell olyan paramétereket a talajban, amiket megvizsgálunk, és azt mondjuk, hogy várhatóan, hogyha ismeretekkel fogunk rendelkezni a számukról, a közösséghez viszonyított arányukról, vagy a fajösszetételről, például gombák vagy baktériumok esetén, akkor, vagy éppen nemzetségek arányáról, akkor mely talajtápláléke hálót alkotó élőlényeket válasszuk ki. És akkor ugye egyébként válaszként legtöbben a baktériumokat vizsgálják a talajvizsgálatoknál, legtöbbször, amikor főleg, hogyha molekuláris diagnosztikai módszerekről van szó, a baktériumokat vizsgálják. Azonban a rizoszféra, és ugye már említett okból, ugye, hogy a legtöbbször gombák azok, amelyek a növényeket hatékonyan tudják károsítani, akár egyébként ilyen sebzés nélkül is. Tehát aztán növényvédelmi szempontból a legizgalmasabb az a gombák vizsgálata, illetve a gombák azok, amelyek tényleg abban a zónában jól mintázhatóan valóban a növényhez kapcsolódó gombák lehetnek. Tehát pontosabb következtetéseket lehet levonni a gombák vizsgálatával. A baktériumok nagyon könnyen szemléződnek be a minták, nagyon nehéz leszűkíteni, hogy csak azok a baktériumok kerüljenek bele a vizsgálat körébe, amelyek valóban a növény közvetlen környezetében, illetve azzal együttműködve voltak jelen. És akkor ilyenek még, hogyha konkrétan a szőlőt veszük, de más fászáru, elsősorban fászáru, de más nem fászáru növények is izgalmasak, a több trofikus szinte, több szerveződési szintet is képviselő nematódák, fonálférgek, amelyek közül ugye vannak növényi károsítók, tehát amelyek, ezek mind szabadon élő nematódák, tehát nem parazita életmódúak, amelyek egyébként a növényeket károsítják, vagy baktériumokkal és gombákkal táplálkoznak, vagy pedig akár olyan nematódák, amelyek predátorként, ragadozóként lépnek föl, és akár nematódákat is fogyaszthatnak, vagy más élőlényeket. Tehát akkor az esetünkben adta magát a válasz, hogy tekintve, hogy például ezek a növényi károsítók vírusvektorok is lehetnek, nematódákat vizsgálunk, az összes nematódát, és azon belül a táplálkozási csoportokat, illetve gombákat, amelyek a legnagyobb veszélyt jelentik növényvédelmi szempontból. De ezt az ábrát egyébként rengetegszer használtuk a biológiai terelő gazdálkodás képzés során, amely képzéshez annyi kapcsolódás van, hogy a előző előadó is járt erre a kurzuson, ott találkoztam rá először egy nematódás előadás kapcsán, és ugye ez egy olyan képzés, ahol a talajerő gazdálkodásnak a biológiai paramétereit vizsgáljuk, csak itt gondoltam le hivatkozni, mert hogy ez az ábra, ez egy visszatérő ábra volt ezen a képzésen. És akkor eljutunk oda, hogy ha azt vizsgáljuk, hogy mik vannak jelen, és arra a kérdésre kezdjük a választ, hogy van-e olyan művelésmód, amivel tudjuk jobb irányba elmozdítani a művelés, a szupresszivitás állapotát, illetve a talaj egészség állapotot, akkor kérdés, hogy a művelésmódokkal egyébként vajon lehet-e módosítani ezeket? Mi az eddigi álláspont? És akkor én 2002-es cikk bemutatta, de svájci kutatócsoport volt, akik egy tartalomkísérletet, amivel több mint 20 éve zajlik, vizsgáltak, és azt nézték, hogy biodinamikus, organikus vagy bio,
olyan, ami konvencionális és szerves tárgyával is dolgozik, illetve konvencionális és csak mineráris, tehát csak szervetlen műtrágyákkal dolgozik, tehát ugye ezek a kódok, és ezek hogyan hatnak az adott talaj paraméterre. Itt ugye aggregátum stabilitás, tehát fizikai paraméterek, kémiai paraméterek, mikrobiológiai és fauna alkotók, csak egy-két példát kiragadva a teljes igénye nélkül. Például ugye jellemzően szoktuk vizsgálni a gilisztáknak, a földi gilisztáknak a számát, és akkor láthatjuk egyébként, hogy a minerális trágya az a legkisebb denzitást okozta, és akkor folyamatosan ment fel a szerves trágya, az ökológia és a biodinamikus, vagy az ökológia hozta itt a legmagasabb számot, a biodinamikus meg a közepeset. De láthatjuk, hogy egyébként, hogy az enzimeket vizsgáljuk, hogy szinte gyakorlatilag bármelyik paramétert, hogy egyértelműen jobb eredményt hoznak ez utóbbi kettő, a biodinamikus és az organikus művelés módok. És ugye itt a szerves trágya felhasználással összevetve, akkor jöhet a következtetés, hogy itt valószínűleg inkább a felhasznált kemikáliákkal lehet összefüggésben, mert hogy a szerves trágya az egyébként ezeknél is felhasználható, tehát nem ez az egyetlen, ez nem ez kell, hogy legyen a különbség, ha ilyen jelentős különbséget látunk a felmérés alapján. És akkor összegezve az eddigieket, mi felállítottunk egy olyan kutatási tervet, amelyben vizsgáltunk különböző intenzitású műveléseket, tehát hogy lehet, hogy a talajbolygatás mértéke lehet az, ami befolyásolja a mikrobák és a szupresszivitás állapotát, a leégési állapotát, illetve az, hogy integrált ökológiai biodinamikus, ugye ez egy kicsit lekövetve az imént bemutatott kísérletet. Aztán néztük azt, hogy különböző talajtakarási vagy művelési gyakorlatok eróziónak kitett területen, hogy befolyásolják az eróziónak való kitettséget, tehát ez egy ilyen talajfizikai paraméter, ami izgalmas, illetve hogy ugye a biológiai paramétereket párhuzamosan vizsgálva, egyébként ez a kísérlet majdnem egy párját ritkítja, nem nagyon találunk hivatkozási alapot, amelyel össze lehetne vetni, mert ebben a komplexitásban kevesen vizsgálták, vagy hát kifejezetten kevesen vizsgálták ezt a kérdést. És akkor hozzátettünk még egy kérdést, van ez a talajszellőztető gép, ami egy magyar innováció, és ugye arra ad választ például, hogy hogyan lehet talajt lazítani úgy, hogy ne okozzunk olyan gyökérsebzést, mint amilyet a mi gyakorlatunk az altalajlazító okozott. És akkor ez bemegy ez a szonda így 80 centire, és ott nagy nyomású levegőt juttat be, a felszínen is látszik, hogy megemelkedik a talaj, és ezáltal aerob környezetet biztosít, ha csak rövid időre is, egy olyan zónában, ami egyébként természetesen anaerob, a mélységéből fakadóan 60 cm mélységben relatíve kevés oxigén szokott lejutni, és akkor ezeket vizsgáltuk. Ugye mert hogy azt szeretnénk egyébként a termelési gyakorlatokkal eljutni, főleg a szőlőültetvényeknél is ez kiemelten fontos, ugye az erózió mellett, de az is nagyon fontos, hogy az öntözés szükségességi válását azt elkerüljük, hiszen a vizek azok, amelyekből ezt végezzük, azok emberi léptékben nem feltétlen megújuló készletből származnak, illetve az, hogy szövetség lépünk az edafonnal, és a kijuttatott, ha kijuttatunk szeres, akármilyen tápanyagot, akkor az mobilizálódjon, és a női számára felvehető legyen, illetve a talajszerkezet jó legyen, hiszen ez is az edafon segítségével tud megfelelő állapotba kerülni. És akkor itt a három pont egyébként, a három vulkanikus tanúhegy mellett vizsgáltuk a Porcelán-medencébe ezeket a paramétereket. Itt az összeállítás az azt akarja mutatni, hogy ez a 30 paraméter egyébként összesen 30 paramétert vizsgáltunk, talajfizikai és biológiai paramétereket, annak a vizsgálata hogyan történik. Ugye vesz az ember mintákat, ugye ezek, amik itt láthatunk, ezek ilyen kis bolygatatlan kis mini szelvények, talaj mint a darabok, amelyekből egyébként utána később lehet például a víztartó kapacitást mérni, vagy egyébként a szárítókamrás vizsgálatokat elvégezni, aggregátum stabilitás vizsgálatot, egy nedvesszítás módszerű vizsgálatunk, vagy a penetrométeres vizsgálat, illetve használtunk ilyen egyébként pont a Miskolciakkal együttműködésben, Dors Andrékkel együttműködésben ilyen vezetőképességű alakú vizsgáló módszert, amelyet lebökött az ember és a feltalajnak vizsgálta a nedvesség viszonyait, a hőmérsékletet,
és a fényintenzitást, és akkor ezt vizsgáltuk számos pontba, illetve néztünk például kvarchomoktartalmat, ami az immunitásra utal, és a szerkezet nélküli homoktalaj állapotot bizonyította. Ugye emellett egyébként a lézeres szemcse analizálást is elvégeztük, de ez meg egy fizikai, újabb fizikai paraméter. Aztán ilyen biológiai paramétereket néztünk, itt is a teljesség igénye nélkül minden 30-at nem tudtam bemutatni egy képeken keresztül se, de vizsgáltuk például ugye a gombákat a rizoszférából tenyésztéses módszer, majd a tenyésztéses módszer követően morfológiai bélyegek alapján határoztunk, illetve ezt követően a tiszta tenyészetekből DNS alapján azonosítottunk PCR-ra, végeztünk enzimaktivitás vizsgálatokat, FBI és dehidrogenáz enzimaktivitás vizsgálatokat, amelyek megint csak a biológiai aktivitást hivatottak jelezni. Ez ugyancsak tenyészedényes vizsgálat, csak mikro. Most probable number MPN vizsgálatsor, itt jóban, tehát statisztikai szempontból jobban kiértékelhető eredményeket tud kapni az ember. Vizsgáltuk ugyan már említett nematódákat, a nematódákat kinyertük a talajból és mennyiségi vizsgálat követően. Néztük a szájszerv alapján, morfológiai bélyegek alapján a táplálkozási csoporthoz való tartozásokat. Aztán ugyanúgy, amikor például molekulás diagnosztikai módszert nézünk, akkor közösségvizsgálatot DGG-vel, ez elektroforozissal lehet nézni, az, hogy a közösségen belül mely alkotók, mely csoportok azok, amelyek dominánsak. És akkor van itt egy olyan vizsgálat, ami még a légzés, talaj légzés alapján próbálja becsülni az aktivitást, és itt középen helyezkedik el talán a legfontosabb vizsgálatunk, az, ami a metagenomikai vizsgálat, shotgun metagenomikai vizsgálat, amely a teljes közösséget vizsgálja az adott fókuszon belül. Mi baktériumokat, gombákat is néztünk, és ezt követően, itt láthatjuk egyébként itt, hogy mások is vizsgálják is, a talaj, rizoszféra vagy a közvetlen gyökérzetnél, milyen közösségek vannak, mi is ezt tettük. Akkor az első vizsgált terület, az volt itt a Szentgyörgy-hegynek az északi oldalán, egy szerkezet nélküli homoktalajon, három egymással szomszédos útvetvényen, az egyik egy intenzíven művelt, a másik egy teljesen felhagyott ültetvény, a másik extenzív, egyébként teljesen azonos paramétereket szeretetlenítették azonos fajtákkal, és vizsgáltuk azt, hogy most a hosszú időtáv alatt a művelésmód hogyan hatott rájuk. Azt tapasztaltuk, hogy ugye a gombákat vizsgáltuk a tenyésztéses módszerre, és ezt követően molekulás diagnosztikai módszerekkel azonosítottuk, ugye genusz szinten tudtunk nemzetség szinten azonosítani első körben, és második körben pedig faj szinten. És azt néztük, hogy a diverzitásra hogyan hat, hiszen a diverzitás növekedésével egyrészt a talaj egészség szempontjából ugye ez egy mérőszem, illetve a másik az, hogy egy fontos paraméter, a másik pedig az, hogy a szupresszivitás szempontjából is egy jó kapaszkodó pont, hogyha a változásokat figyelemmel követjük. És azt láthatjuk, hogy ezek az ábrák mutatnak itt, hogy itt két mintavételünk volt, egy tavaszi, meg egy nyári, és azt láthatjuk, hogy az intenzív volt a legalacsonyabb diverzitású, mind tavasszal, mind nyáron, a felhagyott és az extenzív viszont egymással közel azonos, bár azért láthatóan a felhagyott jobb eredményeket hozott, azonban ezek közel álltak egymáshoz. Tehát a diverzitás szempontjából az extenzív művelés egy ilyen, és mit jelent az extenzív művelés, csak röviden, ez azt jelenti, hogy az intenzívben ott évi 3-4 tárcsázás is történik egy szerkezet nélküli homoktalajon, míg az extenzív esetében forgóboronás művelés történt, ami ugye nem okoz vertikális bolygatást, és ritkában is történt meg, ez egy vagy két alkalommal. Attól függ, hogy milyen évben történik mindez. A felhagyott esetében meg az elmúlt 10 évben nem történt semmilyen bolygatás. Emellett egyébként agrofizikai és kémiai paramétereket is vizsgáltunk, tehát például nagyon érdekes volt, hogy a réz mennyire hatékonyan felhamozódik a 30 cm mélyebb rétegekbe a szőlőtetvényekbe, de itt most csak az izgalmasabb és ritkában hallható paraméterekről lesz idő beszélni. Így aztán át is térnék arra, hogy a biológiai vizsgálatok eredménye, amikor a gombákat néztük, az, hogy a rizoszférában az opportunista patogén, antropogén, szaprofitomra felosztott funkciós csoportok
milyen arányban vannak egymáshoz, akkor azt tapasztaltuk, hogy az intenzívebb bolygatás az opportunista patogén törzsek arányát megnöveli, magasabb értéket kapunk ugyanott. Ugye itt ez úgy történik egyébként ez az azonosítás, hogy a fajokat a szakirodalom szerint beazonosítjuk funkciói szerint, hogy legtöbbször egy szülő rizoszférában milyen funkciót töltenek be. És ez alapján tudjuk kategorizálni. Tehát azt láthatjuk, hogy minél intenzívebb volt a bolygatás, annál jobban csökkent a szupresszivitás ennek a talajnak, és annál jobb eséllyel fertőződik be az adott ültetvény. Azon belül is láthatjuk egyébként, hogy mely fajok voltak itt dominánsak, vagy mely nemzetségek. A fúzáriumok voltak a legdominánsabbak, de a legdominánsabb 5 génuszból, 6 fajból egyébként a trihoderma volt az egyetlen, amely nem opportunista patogénként lett azonosítva. Eredményként közöltük, tehát akit részletesebben érdekel, az elérheti publikáció formájában is. Láthatjuk egyébként, hogy drasztikusan a diverzitás drasztikusan alacsonyabb, és az opportunista patogénk száma is itt van, hogy 8%-kal magasabb ezen esetben. És akkor ennél az ültetvénynél megvizsgáltuk a nematódákat is. A nematódák elsősorban a növénykárosító nematódák izgalmasak számunkra, de a táplálékhálóban betöltött szerepük miatt ugyanúgy fontos tehát a baktérium vagy gombákat fogyasztó is, illetve a predátorok jelenléte is. Most itt először ugye az ember meghatározza az össznematóda denzitást, itt ilyen értékeket láthatunk, és egy tavaszi és egy nyári mintavételt, és egyébként ugye a 30-40 cm-es mélység, ami ugye talán szántóföldi gazdák számára érdekes, tehát miért ezt a mélységet vizsgáltuk, ugye a szőlőtermesztőknek ez a legizgalmasabb, hiszen ez a zóna az, amiben talán egy átlagos közegben, egy normál, jó habitusú szőlő a gyökérzetének legjelentősebb részét növeszti, és ezért aztán ezt a mélységet mintáztuk és vizsgáltuk. És azt láthatjuk egyébként, hogy a legalacsonyabb denzitás a intenzíven bolygatott, így aztán feltalajtakaró nélkül, télen feltalajtakaró nélkül maradó ültetvényben volt, és ez mielőtt még örülnénk neki, hogy jaj, de hogy kevés nematóda, ez alapvetően nem azt jelenti, hogy egyébként nyáron nem egyenlítődik ez ki, viszont ugye melyek fognak legelőször felszaporodni, azok, amelyek az elhalt szerves anyagot, ami be lett forgatva a talajba, lebontják, tehát a szaprofiton mikrobákat fogyasztó nematódák fognak elsősorban magas számban megjelenni. Ugye itt láthatjuk az intenzív, extenzív és felhagyott, ugye sárga, zöld és kékkel indexelve, és láthatjuk, hogy egyébként jelentős különbségek azért nem alakultak ki, de azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy csupán attól, hogy extenzív egy ültetvény, bár a diverzitása magasabb, azt nem mondhatjuk, hogy például el tudjuk érni azt, hogy a növényi táplálkozásúak, a növénykárosítóknak az aránya, így aztán a potenciális vírusvektorok száma például csökkenjen. Ebből a vizsgálatból legalábbis egy ilyen körülmények mellett ez derült ki. Bár egyébként a homoktalajokat kifejezetten szeretik a nematódák, nagy probléma is a szőlőtermesztők számára az öntözés miatt egyre jobban megjelennek a nematódok ártevők, de ugye, hogyha száraz a homoktalaj, akkor nem feltétlenül, tehát az jelentősen befolyásolhatja ezen nematódák mennyiségét és arányát. És akkor, hogyha átkagyarodunk a következőre, ugye ez volt az intenzitást vizsgáló kísérlet, az eróziónak való kitettség relációjában vizsgált területre, akkor láthatjuk, hogy maga az erózió, ez egy általánosabb térkép, az, hogy milyen mértékben, ugye minél sötétebb piros, annál nagyobb kitettséget tudunk detektálni. Láthatjuk egyébként például a hagyományos szőlőtermesztő terület, akár Francia, akár Olaszországban vannak olyan eróziónak kitett területek. Én Szicíliában volt szerencsém például kutatni, ott sajnos nagyon jó iskola példák vannak arra, hogy hogyan ne gazdálkodjon az ember eróziónak kitett területen, viszont egyre több jó példa is van már. És itt mellette egyébként ugyanez az ábra, vagy ugyanezek az eredmények másik felfogásban, tehát az, hogy milyen potenciális veszteség arány érhető el tonna per hektár per éves vonatkozásban Európában. És akkor Magyarországra fókuszálva láthatjuk azt, hogy egyébként az erózió az egyik talajdegradációt okozó folyamat köz egyik legdominánsabb, hogy a területi mértéket vesszük, tehát a potenciált nézzük, és azon belül is az eróziónak a szintjei, a fokozatai. Itt viszont egy másik
irányba kell nézni, tehát itt minél világosabb barnát látunk, annál erősebb az erózió mértéke az adott területen, és láthatjuk, hogy az általunk vizsgált területek is ilyenek. És lehet, hogy csak azért van itt egy asszonygyöngyös környékekkel, mert itt fontosabb ez a paraméter, de az eróziónak ugyanúgy kitett, mint egyébként a szomszédos tanúhegyek, amelyek meg itt a sárga zónában van. Pár példa csak a világban, milyen eróziónak kitett ültetvények vannak, ugye főleg amikor újra egy ültetvényt létrehoznak, és az előkészítés zajlik, akkor teljesen elveszíti a talajtakaró. A felszínt ugye mély forgatásra is van szükség, hogy ugye a már említett mélyebb zónákba kerüljön bele a tápanyag, és ugye ez 50 évente vagy 40 évente egyszer tud megtörténni, tehát itt aztán tényleg drasztikus eszközökhez is folyamodnak a gazdák, de hát a művelés közben is egyébként gyakran találkozhatunk nagyon rossz példákkal, ami sajnos Magyarországon is a hegyvidéki ültetvényeken. Az általunk vizsgált ültetvény, az pedig egy lejtős, szándékosan eróziónak kitett tartalomkísérlete, egyébként a Badacsonyi kutatónak, ami most már ugye a Matéhoz tartozik, és egy olyan ültetvény, amelyben van 7 kezelés, plusz egy kontroll, ugye ez a tárcsázott, több éves adatsor, és 3 évszakban mi is mintáztuk, ugye itt vannak ezek a pontok, amelyek a mintavételeket jelentik, és ide voltak letűzve azok a szondák is, amelyek a talajnedvességet, meg a fényt vizsgálták, meg a hőmérsékletet. Itt láthatjuk egyébként gyorsan csak, hogy facélia, pillangósok, keverék, fesztuka, fajok, takarás, itt ez a mulcsos, szerösanyagos takarás, természetes gyomflóra, búza és tritikáli, és ez a mechanikus a kontroll, tehát ez az, ami tárcsázással lett bolygatva. Itt csak egy olyan képet mutatok, ami láthatjuk, hogy alulról, középről és fölről vettünk mintákat, és az alsó zóna például a kontrollnál jelentős termőléteket tartott, fölül viszont már szinte a talajképző közvetből vettük a mintát, és ezt egalizálva vizsgáltuk az adott kezelést. Tehát itt ugye miatt, amikor nem egalizáltuk, akkor volt nagy szórás. Itt láthatjuk még egy képet, hogy a sor, amely egyébként 80 cm magasan volt elhúzva a kar, az itt egy ilyen 25-30 centire esélyt az erózió következtében feltöltődött ez a völgyi rész. És akkor milyen eredményeket kaptunk? Itt például egy nagyon hosszú adatsor, ami rengeteg adatból származik, és láthatjuk azt, hogy a takarás, amit említettünk már, ez a mulcsos takarás messze a legjobb nedvességi értékeket tudta hozni, 0-8 cm-es mélységben. Ez azért tartottam érdekesnek, mert hogy szántóföldi gazdálkodók számára ez különösen fontos, hiszen ugye ez egy szőlőtetvény, mint a 0-8 centi, az csak azt mutatja meg, hogy mi az, ami potenciálisan beszivárog a mélyebb és fontosabb rétegekbe, de egy szántóföldi művelésnél ez nagyon fontos. És láthatjuk azt, hogy egyébként a különböző paraméterek, vagy különböző talajtakarók, azok hogyan tudták még ezt befolyásolni. És akkor ugye itt azért kellett megnézni egyébként a talajmechanikai összetételt, hogy láthassuk azt, hogy relatíve homogén az ültetvény, tehát nem ez befolyásolja drasztikusan az eredményeket. És amit még vizsgáltunk a felső adatsor alapján, az, hogy milyen egy esőesemény, egy csapadék esemény után a száradás intenzitása milyen volt. Tehát itt minél kisebb értéket kapunk, annál jobb. Tehát a felső a legjobb, és ez a legrosszabb, mert ez az, ami a legintenzívebben, leggyorsabban szárad ki. Azt követően egy csapadék esemény nedvesítette a talajt. Tehát a takarás az, amelyik egyébként ugye teljesen fedi a felszínt, és ahol a legkevesebb csapadék tud közvetlenül leesni. Viszont utána nem engedik kiszáradni, tehát a legnagyobb melegben is, a legnagyobb szárazságban is nedves tudott lenni a takaró alatt. Tehát ez egy kifejezetten pozitív paraméter, de a pillangós keverék vagy a facélia is kifejezetten jó eredményeket hozott. A búza és a tritikálé azok voltak, amelyek a legrosszabb eredményeket tudták csak hozni. Ezek egyébként időszakos takarást jelentettek. És akkor ugye itt vannak azok a paraméterek, amelyek jó indikátorai lehetnek a talaj egészségállapotnak. Például a stabil agregátumok, ugye itt fontos, hogy makroagregátumokról beszélünk, tehát a mezőgazdaság szempontjából ez a legizgalmasabb tartomány az agregátumokon belül. A kezelések, a különböző sorköztakaró kezelések hogyan hatottak az agregátum stabilitásra. És láthatjuk, hogy a takarás itt is nagyon jól szerepelt. Egyébként a mechanikai tárcsás művelés is meglepően jól szerepelt, bár itt azért feltehetőleg torzít az eredmény, ugye ennek következtében borzasztó nagy mértékű erózió, ugye lentre lehordta a termőréteget, és ott mértünk jó eredményeket, és fent pedig valószínűleg nagyon rosszakat mértünk volna, tehát ez egy relatív érték. De mindenképpen kiemelendő azért
vagy az, hogy az eróziónak való kitettségnek nagyon jó indikátor egyébként az agregátumszám, de hogy ezekre a, tehát a mintázáskor az ilyen okokozati összefüggésekre fontos, hogy ügyeljük. Aztán itt van az, hogy a metagenomikai vizsgálatok alapján, ugye, tehát a rizoszférából veszünk egy mintát, és azt megvizsgáljuk molekuláris diagnosztikai módszerekkel, tehát ugye manapság sokat emlegetett PCR-hoz hasonlóan, DNS alapján azonosítunk, és itt nézzük, itt mi elsősorban gombákra fókuszáltunk, de baktériumokra is már eredményünk, csak ugye a gombák fontosabbak növényvédelmi szempontból, ezért ezt hoztam most is ide. És azt láthatjuk, hogy a négy funkciós csoport hogyan aránylik egymáshoz, és itt azt láthatjuk, ugye, hogy ugye annak örülünk, hogyha a kék az a legalacsonyabb, ugye a patogének aránya a legalacsonyabb, és ez alapján tudunk következtetni a szupresszivitás állapotára, illetve hát ugye a szerves anyagot lebontó szaprofitáknak a mennyisége meg jól jelzi azt, hogy mennyi szerves anyag jut a talajnak azon pontjába. Itt az A, az alsó, az a 30 kötőjel 50 cm mélységből vett minták, és az F, az pedig a felső, ez a 10 kötőjel 30 cm közötti minták. Tehát ezek kezelésen belül két mélység, az alsó és a felső vizsgálati parameter. Itt láthatjuk egyébként a következtetésről, amiket le tudtunk vonni. A talajbolygatás, tehát ahol többet bolygatták a sor közt, mert mondjuk időszakos volt a takarás, vagy volt intenzívebb mechanikai művel, és ott nőtt itt is a patogének aránya, bár nem annyira egyértelmű, mint a másik eredménysornál. És az agregátum stabilitás szempontjából kicsit a meglepetésünkre például a természetes gyomflóra az relatív rosszul szerepelt. És akkor ugye a gazdálkodónak mi a legfontosabb, hogy mindez kihatással van egyébként a termésmennyiségre és minőségi eredményekre. Itt azt láthatjuk, hogy nagyjából kiegyenlítettek az értékek. A termésmennyiségben vannak különbségek, de az itt tapasztalható különbségek azok tehát nem hozható a közvetlen összefüggésbe, tehát a termésmennyiségi paraméter nem hozható közvetlen összefüggésbe feltehetően a talajtakarási móddal. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy ahhoz, hogy a sorköztakaróját megválassza a szőlő termelő, ahhoz nem feltétlenül kell kompromisszumot hozzon a termésminőség és mennyiség szempontjából. A harmadik vizsgálati paraméter az ugye ez az ökológiai, integrált és biodinamikus ültetvények összehasonlítása volt. Ugye ez azért nagyon fontos, eddig is fontos volt, de talán egyre inkább érzi az összes termelő, hogy legalábbis gondolkodni az átálláson érdemes, mert hogy a tendenciák abban az irányba mutatnak, hogy egyre kevesebb választás lesz, egyre kevesebb játéktere lesz azoknak, akik még nem vállalják ezt a feltételrendszert, mert hogy az európai zöld megállapodás az abba az irányba mutat, hogy csökkentik a hatóanyagok mennyiségét, azoknak a mennyiségét, tehát mind a hatóanyagok mennyiségét, és így aztán elérhető hatóanyagok számát, mind a kijuttatható mennyiséget, és egyre inkább arra ösztökélik a gazdálkodókat, hogy a közösségi pénzekből csak azok kapjanak támogatást, akik a közösség számára fontos erőforrásokkal úgy gazdálkodnak, hogy ez fenntartható. És akkor ezzel lehet vitatkozni, hogy jók-e a mérőszámok, vagy a pontos kivitelezés, de a trendek mindenképp ebbe az irányba mutatnak. Így aztán érdemes megfigyelni az itt tapasztalt különbségeket. Itt egyébként történelmileg, mondjuk így, tehát a TSZ időkben ez egy tábla volt, amit most már három különböző tulajdonos, három különbözőképpen végez. Itt nem azonosak a fajták, de az ültetvények életkora az közel azonos. És mi az alsó rész mintáztuk meg, ami domborzati szempontból is homogén, és aztán, ami elmondhatjuk, hogy különbséget tapasztalunk, az feltehetően a művelés, tehát nem szinte gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kizárólag a művelésmódnak és a beavatkozásoknak köszönhető, nem pedig a biotikus paramétereknek, amely a különbség mondjuk az ültetvények között. Itt az, amit jeleztünk pirossal, ez az a már bemutatott, az előadásában bemutatott talajlazítógépnek a tevékenysége, tehát itt végeztünk talajlazítást, itt nem, és ezekből a négy téglalap alatti területekből vettük a mintáinkat, és homogenizálva vizsgáltuk őket. Amit még néztünk a gazdálkodási naplók alapján, ugye a traktoros műveletek számát, ugye ezeknek a talajtömörödés szempontjából is van szerepe, illetve amit fontos megjegyezni, hogy az integráltnál ugye a másik kettő ellentétben herbicid használat is történik a sorokban,
és ugye mi a sorok közeléből vettük a legtöbb mintánkat, de ugye a 30 paraméterből nem mindegyiket, de a biológiákat mindenképpen, és ezáltal kihatással volt a közösség összetételére, ugye ez regisztrált hatás, és abban a gyomírtóknak a közösségekre. Ugye aztán ezt is fontos figyelmen az értékeléskor. Itt még két logó, ez a ökológia és a biodinamikus jelvények, amelyek a művelésmódokat indexelnek. Itt láthatjuk azt egyébként, hogy a fizikai paraméterekkel kezdjük. Ezt nem mutattam be az előző mintavételi területnél, de ott is megvizsgáltuk, ez nagyon fontos. A diszponibilis víztartalom, ez a piros, ez az, ami a legizgalmasabb a termelőnek. Ez az, amit a növény föl tud venni, tehát ez az a nedvességtartalom, ami a talajban felvehető a növény számára. És ugye itt vannak már megint az agregátum stabilitási értékek. Itt egyébként nagyon jól kirajzolódik, hogy az agregátum stabilitás, ami egyben a például a talajerózió ellenálló képességet is indexál, illetve a talajszerkezet, talajegészség szempontjából is egy fontos mérőszám, hogy az integráltban konzekvensen alacsonyabb, következetesen alacsonyabb, mint a másik kettő esetében. És mindennek tükrébe, ugye a fizikai paraméterek hatnak a biológiai paraméterekre, és ezeket egyébként hosszas statisztikai vizsgálatok során néztük is ezek korrelációját, tehát az, hogy milyen összefüggéseket tudunk itt felelni, és magában a disszertációban, meg a cikkekben ezek meg is jelentek. Eljutunk oda, hogy a szuperszorítás szempontjából a legizgalmasabb fajösszetételt is vizsgáltuk. Nincs csak gombákról van szó, és az ökológiai nem lazított alsó, ez az NLA, ökológiai lazított alsó, ökológiai nem lazított felső, lazított felső, és akkor így tovább integrált és biodinamikus. Tehát itt a nem lazított-lazított kontrollok egymáshoz képest, és ugye alsó és felső mintavételek. Tehát a három mintavételi területből így lett ugye végül ennyi, 12 adat. És ami szembeötlő, hogy kiúró, hogy a patogének aránya elképesztően magas itt az integráltnál, a lazított felső mintáknál. Tehát itt a bolygatás még a nem lazított felsőhöz képest is intenzívebb volt, illetve ugye van még ennek az eszköznek is, amit itt magát ezt a lazítást végezte, egy taposó hatása is. Tehát több paraméter is lehet, ami ennek okát, bár mondjuk ez a kiugró mennyiség, ez mindenképpen magas, és egyébként ezt a domináns faj, ennél a kezelésnél ez a Neonectria ditissima, egyébként Cylindrocarpon néven jobban ismert patogén faj, az, amelyik ezt a kiugró számú domináns mennyiséget mutatta, de egyébként a legtöbb, tehát ebben a mintában az első három legmagasabb denzitással detektált faj, az mind patogén volt. Azt mondhatjuk el magyarul, hogy itt is visszaköszönt az első vizsgálatnál is tapasztalt, hogy a talaj szupresszítés szempontjából a talajbolygatás intenzitásának növekedés egyre rosszabb állapotok állnak be. És az integrált kezelésnél itt még érdemes figyelembe venni azt is, hogy ugye a talaj táplálékháló összetételét befolyásolja a gyomírtószer használat, illetve a menetszám is, és a bolygatásra járó talajművelés. És akkor itt még külön értékelendő az is, hogy a lazítás milyen funkciót tölt be, mert egyébként ezt ilyen tudományos vizsgálat sorban eredményként mi írtuk le először, hogy ez a lazítógép ez milyen eredményeket tud hozni, hogyha csak levegőt juttat ki, mert lehet egyébként mindenféle készítményeket is kijuttatni ezzel az eszközzel. És azt tapasztaltuk, hogy ugye több, tehát hogy egy évvel rá, tehát másfél évvel a kezelést követően vizsgáltuk, és hogy akkor is javította a talajnedvesség értékeket, viszont érdekes módon a tömörödést nem. Tehát a tömörödöttség a talajnak az nem javult. És ami még érdekes paraméter, hogy az agregátum stabilitási érték, az a B és az ökológiai területnél egyébként nagyon közel volt egymáshoz. Ez azért érdekes, mert az ökológiainál a menetszám is és a bolygatás is magasabb volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy feltehetően itt inkább a herbicidek hatása a közösségre lehet az, ami ilyen jelentős különbséget okoz a agregátum stabilitási értékekben is. És akkor itt van még egy talajállás paraméter is, mert talán ezt a szántóföldi gazdálkodók is többet vizsgálják, és aztán izgalmas lehet, hogy itt azt láthatjuk egyébként, hogy 0-10-től kezdődően egészen 50-60 cm, tehát 0-10, 10-20, 30-40, és akkor így 50-60-ig,
menőleg, milyen értékeket kaptunk az adott területben, és azt láthatjuk egyébként, hogy itt nem szerepeltek rosszul az integrált terület nem szerepelt nagyon rosszul, de az ökológiai szerepelt a legjobban. Ugye sor és sor közben is vizsgáltuk, ugye a sor közben azt jelenti, hogy középen, tehát nem a traktor által taposási kárt okozott nyomban, hanem pont közepén a két sor között vettük ezeket a mintákat. És akkor csak így rövid konklúzióként, mert lassan az egy órás időtartam végére érek, visszakanyarodnék az elejére ennek a képnek a segítségével. Ezt Portugáliában fotóztam, ezt a képet, Dau borrégió, elnézést is szőlészként az ember csak borrégióba gondolkozik külföldön is, és azt azért tartom olyan izgalmasnak ezt a fotót, mert ugye ugyanazt az állapotot mutatja be, ami nálunk is volt, tehát az, hogy birkák legelnek igazít csak vegetációs időszakon kívül a területeken, a szőlőültetvényeken, és egyébként meg az, hogy természetesen ez egy nagyon extenzív művelésmód, de az a foltosság, az a kertgazdálkodás gyakorlatilag, az a agroökoszisztéma, ami itt mondjuk megvolt, az feltehetőleg egy nagyon fenntartható forma. De egyébként egyszer azt is tükrözi, hogy az extenzivitás ugye egy olyan kultúra esetében, mint amilyen a szőlő, és akkor itt fontos ezt magunkba jóvá írni, mert szőlőtermesztőknek, borkészítőknek ez talán nem egy kellemes magunk felé tett vallomás, de hogy ez nem egy alapvető élelmiszer. Tehát, hogy a szőlőtermesztés és a borkészítés úgy rója az egyik legjelentősebb, tehát a mezőgazdasági ágazatok az unión belül, hogyha ezeket rangsoroljuk, például hogy kiutatott hatóanyag mennyiségében, növényi peszticid hatóanyag mennyiségében, akkor az egyik legnagyobb ökológiai terhelést a területekre a szőlőtermesztés jelenti, és egyébként ma a befektetett erőforrások is kifejezetten jelentősek. Mindez úgy ugye, hogy a fenntarthatóság az megkérdőjeleződik egy olyan ágazatnál, amikor ahol túltermelés van, és mégis nagyon intenzíven nagy mennyiséget próbálunk termelni egységi felületen. Tehát a szőlőtermesztők számára várhatóan közeledni kell egyébként ehhez a formához, hanem is mindenki számára. A szántóföldiek művelés számára viszont ahol viszont alapvető élmészereket termelünk, ott viszont mindenképpen a termelés hatékonyságának megőrzése mellett szükséges vizsgálni azokat a megoldásokat, és én is ilyenekre kerestem a választ, amelyek ugye a minőségi és mennyiségi paraméterekből nem vagy csak kevéssé engedve biztosítják azt, hogy az emberi léptékben nem megújuló erőforrásaink, így mint a talaj jelesül. És annak a nedvesség megtartó képességes fontos kiemelni, hiszen az öntözés annak számos, ugye mindez, hogy ökonomiai szempontból, tehát a költséges kiépítése miatt az, hogy honnan származik az a víz, és az egyébként a talajokkal mit tesz, hogyha annak az összetétele nem megfelelő az öntözése, vagy nem ideális. Tehát a talajnedvesség megtartó képesség, szerkezet, talajegészség, mint olyan, az mindenképpen mind erősebb fókuszt igényel, bár ezt itt talán fölöslegesen mondom, hiszen akik ezen a webinár sorozaton részt vesznek, azok már megtették ezt a lépést, hogy elkezdtek érdeklődni, és elkezdték magukat képezni. Én is sokat tanultam az előző előadásokból, és remélem, hogy sikerült közérthetően és izgalmasan előadni ezeket az eredményeket. Köszönjük szépen, Barni! Szerintem nagyon-nagyon mély lélegzetvétel és nagyon-nagyon részletes előadás volt. Én élvezettel néztem mind a diasorokat, mind a diagramokat. Érkeztek is kérdések, közvetlenül a diasorokhoz kapcsolódva lenne egy olyan kérdés, hogy amikor volt a kísérlet, ahol volt ugye a búzatritikálei pillangós, és volt egy takkódú, akkor az takarónövény vagy takarás, az milyen takarás volt? A többi az mind takarónövény volt, ugye, de itt ezt takarás, tehát ez a mulcsos takarás, amikor szalma, egyébként ez nekem nagyon tetszett, hogy a szalmát összekeverték szolidágó szárral. Kanadai aranyveszőfű, ugye itt írtják komoly költségekkel, a Nemzeti Park írtja ezt a növényt, hiszen a nádasok helyére mindenhol betelepszik,
és a kiirtásból származó hulladékot, azt akár el is lehetne égetni persze, de ez talán még hasznosabb beavatkozás, hogyha összekeverik a szalmával, és ezáltal egyébként a csúszosságát redukálják. Tehát ugye ez egy nagy probléma, hogy amikor a szalmatakarást csinál az ember egy meredek lejtőn, a traktor kereke meg tud csúszni. De akkor, amikor egy ilyen kemény szárral összekeverik, akkor az egésznek a szerkezete megváltozik, és mondhatjuk úgy, hogy egy win-win szituáció alakul ki. Tehát ez a takarás, ez egy mulcsos takarást jelentett, elhatni egészszeresen. Akkor így világos, jó, köszönjük szépen. Attilának a kérdése, hogy funkcionális baktérium összetétel változás, tehát foszfor-kálium mobilizálók jelenléte mennyisége, vizsgáltatok ezekben a kísérletekben? Volt-e ennyire részletes vizsgálat? Volt ilyen vizsgálat, bár a metagenomikai vizsgálatok még nem kerültek teljesen feldolgozásra, illetve pontosabban a gomba fókusz az igen, mert ugye ez volt növényvédelmi szempontból az izgalmasabb. A baktérium viszont egy elképesztően nehéz falat. Tehát ugye azt kell, vagy azt érdemes így jóvá írni sajnos, hogy most még nincsenek olyan adatbázisaink, hogy amikor kijön a végén egy több százas fajlista, vagy akár több ezres fajlista a metagenomikai vizsgálatból, tehát amikor a rizoszférában detektálunk több ezer mikroorganizmust, akkor nem tudjuk egyszerűen csak összevetni egy adatbázis, hogy ennek mi a funkciója. A legtöbbről azt se tudjuk, hogy ott, tehát hogy ez hol van még máshol, tehát le se írták még. Illetve nagyon nagy számban, ilyen unclassified-ként jelenik meg. De amikről tudjuk, hogy milyen, annak se tudjuk a funkcióját. A gombák azért jóval jobb a helyzet, ezért is ott történt az eredménykitökés elsősorban. A baktériumoknál általában nemzetség vagy ország szintre visszamegy a kutató, és ott értékeli az egymáshoz viszonyított arányt. Tehát fajszinten megvan az azonosítás, és utána nem tudjuk a fajt értékelni. Amit viszont ennek kiváltására csináltunk, az a MPN-t, amit említettem, ez a kis tenyészedényes vizsgálatsor, ez ami ugye ilyen több csatornás pipettával volt az a kép, ahol az ember ugye statisztikailag megmutassa esetleg visszamegyek az előadásra? Nyugodtan, persze. Akkor így visszamegyünk oda. Tehát a... Itt vagyunk, igen. Tehát ez az MPN vizsgálat, ugye szemben ezzel a metagenomikaival. Az MPN vizsgálatnál ott volt egy olyan táptalaj, amelyik direkt az ilyen foszformobilizáló baktériumoknak a mennyiségét nézte. De tehát itt például mondhatjuk azt, hogy nálunk egyébként a microplate-essel nem jött ki olyan szignifikáns különbség, amire azt mondhatnánk, hogy tudományosan megalapozott állíthatnánk, hogy változás történt. De ez majd a sokkal pontosabb metagenomikai eredmények kiértékelése után láthatjuk, hogy ez így volt-e valóban. És akkor visszamennék még egy kicsit, mert az elején viszont itt volt ez az ábra, amit a 21 éves tartomkísérlet során vizsgálták, és láthatjuk, hogy itt viszont vannak enzimek. És a dehidrogenáz enzim, vagy a foszfatáz, ugye ez kiugró. És talán a következő adásban lesz is ugye szó a foszforra, ugye a mikorhizákkal kapcsolatban egy különösen izgalmas kérdés, a foszfor felvétel képes, hogy itt is arról van szó, hogy a növény számára felvehető formában alakítja ez az enzim, ugye a foszfort, és itt láthatjuk egyébként, hogy a biodinamikus vagy bioorganikus drasztikusan megnöveli ezeknek a mennyiségét. Igaz, hogy ez nem a mi eredménysorunk, de egy 21 éves tartomkísérletnek az eredménysora, tehát mi is hasonló eredményekre számítunk. Kérdés volt még szintén, hogy mikor hízavizsgálatokat végeztetek ezeknél a kísérleteknél? Terveztük, de végül a 30 paraméter is már, tehát tényleg nagyon sok volt. Ugye ezt úgy kell elkezdeni, hogy én elkezdtem a BSC-s kísérletet, akkor még ilyen biomassa tömeget néztem, meg nematódákat kerestünk, és aztán mesterképzés és doktori. Ez eltelt 10 év gyakorlatilag, és hát rengeteg paraméter összejött, mert amikor az ember elkezdi vizsgálni az egyiket, akkor rájön, hogy enélkül a fizikai paraméter nélkül nem tudjuk, hogy a környezet befolyásolta-e azt. Tehát mindig összefüggéseket keresünk. Aztán vizsgáltam ugye kitenyészhető gombákat, ugye tudjuk, hogy tehát elképesztő kis mértékű, tényleg 1-2% környékén van a tenyészhető gombatörzsek aránya az összeshez képest. És akkor az ember azt mondja, hogy még ha ezt ki is tenyésztettem, a denzitás lehet, hogy fals, mert a táptalajon aktív, de a talajban meg lehet, hogy inaktívként van jelen, vagy a denzitás az teljesen más. És emiatt akkor rá kellünk enzimeket vizsgálni, mert azok viszont csak az aktívakat mutatják ki. Aztán a metagenomikai megint egy kiegészítés, hiszen az meg kimutat mindent, de az is köszönöm, nem élőket is kimutatja. Tehát az meg azért tud csalóka lenni. Ezért együtt értékelve az összeset tudunk valami olyan információt lehozni, ami talán mondhatjuk azt, hogy nem vezet fényket félre.
És ugye egyelőre ez nagyon költséges is. Tehát a metodológiai vizsgálatok azok elképesztő költségesek jelenleg. Ezeknek az ára, hogyha majd elkezd csökkenni, akkor mondhatjuk azt, hogy rutinszerűen, és ezt fontosnak tartom, mint üzenet megfogalmazni, hogy de ez Biro Borbála egyébként ugye erről számos előadást is tartott ennek fontosságáról, hogy kéne olyan biológiai indikátor, amit beemelünk a rutinszerűen elvégzett akkreditált talajvizsgálatok közé. Mert jelenleg csak fizikai és kémiai paramétereket nézünk. Igen. És hogyha ezeket keressük, akkor adná magát, hogy egy ilyen közösségvizsgálat lenne a legjobb, de hát a költségessége miatt jelenleg ez elképzelhetetlen. Igen, én ha jól tévedek, most pont néztünk egy ilyen shotgun vizsgálatot, szerintem még te is ajánlottad azt a Mórahalmi céget, akivel te is dolgoztál, és ott azt hiszem, hogy mindenként ilyen 45 ezer forint plusz áfa körül jön ki, tehát egy ilyen teljes shotgun vizsgálat, és nem tudom, hogy abban a biostatisztikai feldolgozás benne van-e, vagy pedig csak az adatsor. Talán a 45-ben már benne van, de 5 ezer forint talán különbség, ha nem kéred, és nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, hogyha az ember nem gyakorolod benne. Tehát érdemes kérni, hogyha valaki fontolgatja. Tehát a bioinformatika az egy külön tudományág, és mind hardveresen, mind szoftveresen vannak feltételei, hogy az ember meg tudja csinálni. Hát ez az, hogy költséges, és utána is ugye az ember felteszi a kérdést, hogy hány hektárról vettem egy gramnyi mintát? Ugye, és az egy gram az például az jó megvette mintázva, vagy például a módszertan, amivel én vettem, az biztos, hogy lehetővé tette, hogy ne fertőződjön be az én mintám valamilyen külső. Igen. Főleg a baktériumok esetén valamilyen más mikrobával, szóval még nyitott a kérdés. Így van. Szeretném én kérdezni, hogy azért csináltál 30 akárhány fél és 30 féle vizsgálatot, mi az, amiből azt mondod, hogy mondjuk ezek viszonylag gyorsan, olcsón és pontosan rendelkezésre állnak, akár mondjuk egy szántóföldi gazdálkodó, de legyen egy ültetvényes vagy szőlős gazda részére is, tehát és mondjuk viszonylag nagy hajcél nélkül is elvégezhetőek, és közben mondjuk a talajnak a biológiai indikátorairól, mikrobiológiai állapotáról egy viszonylag jó visszajelzést adnak. Azt tudom mondani, hogy akkor így vegyük először a költségesség miatt. A metagenomika az nagyon jó lenne, de nagyon költséges. Tehát az csak akkor, hogy valami mondjuk valami miért különösen magas értékű, vagy mondjuk egy olyan kísérletsorozat, amikor egy beavatkozásnak a hasznosságát mérjük, és mondjuk azt mondjuk, hogy több száz hektára jutottnánk ki az adott, mostanában ugye egyre több ilyen talajoltó készítmény van, annak a hasznosságát például vizsgáljuk a saját talajunkba, mert lehetséges, hogy kijuttatjuk ott, ő nem talál olyan paraméterekre, hogy ez túléljen. Tehát ez mondjuk megint csak egy izgalmas kérdés lenne ezt vizsgálni. Nem feltétlenül a gazdák feladata, de hogyha mégis egy ilyen helyzetbe kerülnek. Az, amit talán rutinszerű lehetne vizsgálni, ez a biomassa tömeg, a talaj légzésből származó adatsorok, ezek ugye olcsók és könnyen ismételhetőek, viszont itt is a pontosság, tehát a kivitelezésen nagyon sok múlik. Azt gondolom, hogy egy-egy szelektív táptalajjal a potenciálisan jelenlévő legveszélyesebb kórokozatokat lehet például detektálni, hogy ott vannak-e a talajban. De hogyha gazdálkodóként gondolkodik az ember, és azt mondja, hogy a megelőzésre fókuszál, akkor ugye az allelopátiás hatás, a vetésforgók, amikre ti is foglalkoztok, Zsomba, ezek azok a fókuszok, amikkel talán ugye anélkül, hogy mondjuk pontos ismeretekkel rendelkezne, azzal is kiválthatja, vagy mondjuk megelőzheti a kórokozás kártételt. Amit én nagyon fontosnak tartok, az agregátum stabilitás vizsgálat, azt jó lenne beemelni a fizikai paraméterek vizsgálatába, az nem egy költséges, viszont precíz kivitelezést igénylő módszer. És hát a humusz az meg egy nagyon jó kérdés. Erről a erőgazdálkodás kurzuson is nagyon sokat beszéltek az ezzel foglalkozó kollégák, hogy a humusz fogalmát önmagában ma már vitatják a szakirodalomban is, és hogy a humusznak mely formáját vizsgáljuk, mit tartunk humusznak. Tehát a humusz minőség vizsgálata a humusz mennyiség mellett, hogyha azt mondjuk, hogy megjelenne, akkor pontosabb adataink lennének, és ugye ebből lehetne következtetni a nedvességtartó képességre. Úgyhogy hát nyilván nem tudok exakt választ adni, de valahogy így gondolkodnék. Köszönjük szépen. Ha már a mikrobiológiai vizsgálatokról beszélünk, a mintavételről mondanál két gondolatot, szerintem a talaj fizikai, tehát a klasszikus szűkített, bővített vizsgálathoz szükséges
mintavételi módszerrel sokan tisztában vagyunk, ugye a felső 30 cm, vagy ugye szőlőnél, ültetvénynél több rétegből is 0-30-30-60, de azért én feltételezem és láttam ugyan élőben mikrobiológiai vizsgálathoz szóló mintavételt, de azért ennek más egy kicsit a módszertana, hogyha jól gondolom. Igen, ez így van. Ugye rögtön ott kezdődik, hogy a gyakorlati példák mutasson, még a talajfizika sem annyira egyértelmű, hogyha valaki nem valamilyen rozsdamentes eszközzel dolgozik, az a például a talajfizikai kémiai paramétereket is tudja módosítani. Tehát én például annak idén az egyetemtől egy olyan mintalevőt kaptam, aminél ez volt az első dolgom, hogy a rozsdát letisztítsam róla, és akkor ugye következő lépés volt, hogy csináltattam egy savállót. Itt kezdődik a mintavétel. De azon túl is, hogyha azt veszi az ember, hogy miben különbözik, akkor ugye az a csirátlanítás. Az a sterilitásról ne beszéljünk, ugye. De csirátlanítás, tehát ugye az, hogy a minták között ne szennyezzünk be. Tehát itt arról van szó, hogy ilyen alkoholsprével az ember tudja fertőtleníteni a mintavevő eszközt, utána jól lezárható, és egyébként utána hűtött, tehát a zacskók jól lezárhatók, amelyekbe gyűjti az ember a mintát, és utána pedig hűtött környezetben tartja. Ugye maga a mintavétel is több ideig eltarthat, tehát magában az autóban kell legyen valami, ami lehűti. Most ez fizikailag úgy valósul meg általában, hogy ég a kú és egy jobb hűtőláda, és azt követően pedig bekerülnek a területről a laborba, és a laborban pedig attól függően, mit akarunk vizsgálni és mikor, tesszük hűtőbe vagy fagyasztóba. Mert a fagyasztóban ugye ott aztán tényleg mondhatjuk úgy, hogy egy aktivitás stop van, míg a hűtőben csak lassítja ezeket a folyamatokat. Az enzimaktivitás vizsgálatoknál ez különösen fontos, hogy ne teljen el sok idő, hiszen akkor nagyon nagy különbségek alakulhatnak ki az acskóban lezajló folyamatok között, mert egyébként ideálisak azok a folyamatok, hogyha párás meleg környezet van a legtöbb mikrobiológiai aktivitásnak, illetve amire nagyon kell ügyelni, és ez a biológiai mintáknál talán különösen nehéz, hogy úgy, hogy ne fertőzzük be a mintát, nagyon jól egalizálni kell, hogy az 1 gramm, amit kiveszünk például az enzim aktivitás vizsgálatokhoz, az ne egy kavics legyen, az ne egy gyökér darab legyen, hiszen ott magasabb az intenzitás, hanem hogyha talajt akarunk vizsgálni, akkor biztos, hogy az 1 gramm az talaj legyen. Tehát itt az összes folyamatnál arra kell vigyázni, ne szennyezzük be egymás között a mintákat, és ha lehet, akkor például ugye ez gyakorlatilag csak laborkörülmények között megoldható. Nekem az álmom az lenne, hogy egy olyan mintavételezést, egy olyan protokollt kialakítani, aminek során kapszulákba vesz az ember mintát, amik teljesen bolygatatlan formában tudják megőrizni, és gyakorlatilag mindentől elzárva mobilan mozgathatóvá tesznek egy mintát. Ilyen jelenleg én nem találkoztam még, de nem csak Magyarországon, hanem úgy egyáltalán. Köszönjük szépen! Te is említetted, és hogyha nem kérek én állásfoglalást, csak körülbelül tapasztalatot vagy véleményt, ugye azért eléggé mennek mostanában talajoltó, talajbaktérium, illetve különböző gombakészítmények, gondolok egy trihodermákra, ezekkel kapcsolatban akár vizsgálatok, akár tapasztalat te asztalodon volt-e? Az egyik ábránál lehetett látni, hogy a trihoderma volt a detektált genuszok közül az egyik leggyakrabban jelenlévő. Tehát például a szőlőültetvényben, ahol ez az intenzitás vizsgálat volt, ott a trihodermák jelen voltak, tehát hogy antagonistaként. És ez nagyon jó, mert egyébként a szakirodalom meg azt írja, hogy az agrár területeken, tehát a mezőgazdaságilag érintett talajokban, ott a trihodermák természetes módon alacsony intenzitásban vannak jelen. Én nem ezt tapasztaltam, a triodermák relatíve magas arányban jelen voltak. Úgy is, hogy egyébként a szőlőültetvények kifejezetten szennyezettek tudnak lenni az állókultúra jellegűből adódóan, ugye egyféle növényvédelmi terhelést kapnak folyamatosan. Ugyanoda kapják a herbicidet, ugyanoda mosódik le a levélzetről, tehát hogy azért, és ahol én vettem a mintákat, az pont ez ennek legjobban kitett zóna volt. És még így is azt mondhatom, hogy egész jó arányban voltak jelen. Tehát én azt gondolom, hogyha egy egészséges talajunk van, és ugye itt egész végig arra próbáltunk kiukatni, de még sincsen teljesen egyértelmű válaszunk, de hogyha sok paraméter szerint vizsgálva is azt gondolhatjuk, hogy ez egy jó adottságú talaj, akkor én azt gondolom, hogy nem szükséges kijutatni ilyen készítményeket. De az biztos, hogy egy biztonsági övet nyújtott, mondjuk egy trihoderma
Sokkal inkább kérdéses is erről pont, tehát a leerőgazdálkodás képzésen is volt többször diskurzus így egymás közt is a kollégákkal, hogy a mikorizált kiutatása viszont kompetíciót okozhat a kezdeti stádiumban. Tehát, hogy ha nincsen feltétlenül szükségünk a mikorizákra, mert még például egy olyan növényt akarunk használni, amelynél mondjuk azt mondjuk, hogy szinte nélkülözhetetlen, vagy mondjuk például a foszfor elérhetőség az korlátozott, és nem akarjuk ezt műtrágyával kompenzálni, vagy alginittel, hogy azért említsük meg ezt a magyarnak mondható ilyen természetes eredeti foszforforrásunkat is, akkor mondjuk nyilván egy indokolt döntés lehet. Engem inkább az foglalkoztatna, hogyha vizsgált, és ezt nem vizsgáltam, tehát így a kérdésedre válaszolva, viszont jó lett volna, mert ugye kolonizáltságot lehet nézni gyökérfestéssel, vagy pedig RNS alapján van egy jó kutatócsoport Magyarországon, és akik vizsgálnak azt a hat fajt, amely jelen van egyébként a szőlőtetvények gyökérzetén, rizoszféra fajt, hogyha kijuttatunk valami valahonnan származó szelektált törzset, akkor az ott életképes lesz. És ha igen, akkor mivel tudjuk segíteni ezt? Például egy ültető gödörbe én teszek triodermát, viszont mikor hizált én például jutottam ki. De ugye az ültetőgödör az egy mély talaj, tehát az egy szőlőtetménye teljesen más mélységet jelent, mint egy szántóföldi kultúránál. Világos, köszönjük szépen. Még kettő kérdésem lenne, az egyik az nyilván, ha kicsit hazabeszélve, volt-e mondjuk olyan tapasztalatod, amikor különböző takarónövénykeverékekkel, vagy akár csak takarónövényfajokkal dolgoztatok, különösen gondolok itt arra, és Molnár Tomi kollégám kérdését szeretném tolmácsolni, hogy mondjuk évelőfajok, vagy egynyári fajok, tehát esetleg láttál-e, tapasztaltál-e különbséget, akár itthon, akár külföldön, hogy évelő kultúrák vannak, 2-3-4 éves kultúrák, vagy pedig inkább mondjuk valahol alkalmaznak egynyári növényeket is, tehát akár mondjuk egy pohánkát, vagy egy talajművelő retket, bármi ilyesmit. Van-e ezzel kapcsolatban tapasztalatod? Hát a ti rendezvényetekre évén jártam ilyen területen is, ugye a talajegészség konferenciához kapcsolatban ott láttam, hogy ilyen talajművelő retket, de megmondom őszintén, hogy én azért elsősorban szőlőtetvényeken járok, és ott az évelő kultúrák abszolút dominánsak. Az más kérdés, hogy az évelő kultúrák idővel a fajgazdag sorköztakaróból nem fajgazdaggá válnak, tehát maximum két növény az, ami ott marad. Tehát jelesül egyébként nagyon jó növények ilyen szempontból, és ez a sor alj takarásra, ez a másik, ami engem nagyon foglalkoztat, hogy a sor aljat kéne megoldani a takarásnak, pedig a sor közt, az még könnyebben művelhető, vagy könnyebben beavatkozik, de a sor aljban, hogyha lehetne olyan allelopátiás hatást is bíró, vagy hatásra is bíró növény betenni, ami nem okozna egy diszkonkurenciát, és bírja a vegyszerterhelést, az egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, és ilyen szempontból nagyon jók a herefélék, tehát az mondjuk a szőlőtetvényekben ez a trifolium pratens, vagy a vöröshere, biborhere, ezek is kiutatásra. De a praten, ugye a vörös meg a fehér azon meg is marad. A biborherét azt inkább a sorközökbe vetik, és sokan alkalmaznak fajgazdagot, de meg kell mondani, hogy például a piacon az egyik, most nem tudom, hogy nem lenne, hogyha elhangozna a neve, de az egyik első, ami egy kutatóintézet által lett összeválogatva, és ők egyébként kiváló, csak jóval drágább a konkurenseknél, és ezért aztán azt látom, hogy nagyon sokan inkább próbálják összematekozni, és egyenként megrendelik a magokat, és akkor azt ők megpróbálják össze. Kritikus, hogy mikor kerül vetésre, és van elég nagyesség. Úgyhogy a hatékonyság általában ezen múlik a szőlőtetvényben. Igen, és azt azért tapasztaljuk mi is, hogy különösen ezért nehéz egy drágább keveréket bevinni egy szőlőtetvénybe, vagy bármilyen ültetvénybe, mert hogyha abban a pillanatban, amikor elveti az ember, és utána mondjuk nem kap úgy esőt, hogy valami, akkor tényleg nem 10-10 ezer forint megy ki az ablakon, hanem 30-35 ezer forint, és akár ami még szintén komoly költség. Tehát ezt én is láttam, amit te mondasz példát rá, hogy igen, hogy egyszer csak kerestek pincészetek különböző fajokkal, tehát volt közte évelő, de volt közte egyéves is, és utána tényleg nem tudtuk, hogy mit szeretnének vele csinálni, hogy kísérlet lesz külön-külön, aztán végül lett belőle nagyon jó keverék. De úgy gondolom, igen, hogy ebben nagyon jól, ebben a diverzitásban a szőlős gazdák különösen jól gondolkodnak, bár most már azért látjuk, hogy a Szántóföldön is kezd ezt terjedni, hogy nem 2-3 faj, hanem inkább 4-5, vagy de inkább több faj legyen. Jó, köszönöm szépen. Én még szeretnék kérni egy diát, hogyha az, ahol a fuzárium és az egyéb más volt, hogyha vissza tudnál egy pillanatra még rakni, meg ehhez is kapcsolódna még egy kicsit az utolsó ilyen leköszönő kérdés, hogyha azt kérhetem szépen, mert azt szerintem az nagyon izgalmas volt.
ahol ugye itt a... Ha látod, melyik fúzárium ez például? Ja, még, igen, azt hiszem ez volt. Ez volt, egy jól, ha jól visszavegyek, kérlek szépen. Aha. Szerintem ez volt itt. Tehát, hogy lehet-e azt mondani a kísérlet alapján, hogy egy nem bolygatott takartalaj, tehát csak mondom az alapkoncepciót, amikor ugye mindig kiindulunk, tehát ugye például, és bocsánat, nem szőlő, de mondjuk szántóföld, tehát ugye nagyon gyakori kukorica után mondjuk egy búza, ugye mind a kettő fuzáriumra érzékeny, nagyon gyakori, hogy mondjuk a hiába indult el mondjuk a talajmegújítás vagy talajtakarás útján a gazdákorról, azért még egy kukorica utáni búzavetés előtt még mondjuk egy mélyebb műveletet nem mer, vagy mély műveletet nem mer el, talán mivel is nem mer elhagyni, mert attól tart, hogy ugye a fuzárium. Miközben azt látjuk, hogy ahol mondjuk akár direktbe, akár egy sor tárcsa után megy mondjuk a fuzárium, vagy a kukoricába, mondjuk az őszi búza vetése, ott nincsen fuzárium. Tehát mondhatjuk-e azt, hogy gyakorlatilag ez a művelés elhagyás, illetve takarás, növelés, gyakorlatilag ezekkel a patogénekkel szembeni ellenállást nagyban növeli. Világos, hogy volt rossz a kísérletben, de hogy egyfajta ilyen gazda szemével való látásnál lehet-e ez egy ilyen üzenet. Nem szeretném interpretálni a tájeredményét, csak hogyha mondjuk egy gazda szemmel nézzük, akkor mondhatjuk-e ezt rá. És ha igen, akkor mi az a módszer, ami a te kísérleteid alapján abszolút növelte a patogénekkel szembeni ellenállást a talajban? Igen. Hát most azt látod, ugye ez a dia, amire lettem viszonylag. Én azt gondolom, hogy önmagában ugye nem is a fuzánokra fókuszál, vagy a patogénekre néztük azt, hogy a szőlőnél a tőkeállalást okozóknál jellemzően egyébként, amik megjelentek ezek az okok, tehát a pitium, pikromonium, szilindrokarpon, fúzárium, na ezek azok a domináns korokozók, és a fúzáriumok is ugye, igen, főleg a szántóföldi növényeknél kritikusak. Láthatjuk ezen az ábrán is egyébként, hogy a számuk az intenzíven bolygatottnál mennyivel magasabb, mint a másik kettőnél. Én azt gondolom, hogy ugye ez részben azzal is van összefüggésben, hogyha folyamatosan leforgatunk elhalt szeros anyagot, akkor állandóan föl kell szaporodjon, és ezt Endre is így mondta talán, hogy folyamatosan lenullázzuk azt a diverzitást, azt a stabil közösséget, ami egyébként balanszban tudja tartani, kordában tudja tartani a kultúrnövény számára, így a termesztő számára is károsítóként fellépő organizmusokat. Tehát a mi tapasztalatunk, mondhatom így, hogy a növelés intenzitás, tehát az intenzitás, és akkor itt ezt kicsit konkretizáljuk, tehát azt jelenti, hogy minél több talajbolygatás, és itt a talajbolygatás az vertikális bolygatás is, tehát konkrétan tárcsázás, de ugye szántás az ugye ennél még drasztikusabban ugyanezt jelenti, az növelte a patogének arányát, de mehetünk egy következőre is, amely itt a később volt, bár nincsen nevesítve az, hogy fúzárium, de itt is egyébként ugyanez volt a tapasztalatunk ezeknél a későbbi paramétereknél is. Tehát itt is ugye az intenzívben bolygatott volt az, amelyiknél a legmagasabb ilyen patogén organizmus arányt tudtuk megfigyelni. Tehát a következtetés, amit mi levontunk, és ez ugye a saját eredményekből is következett, hogy bár jó az extenzív művelés, amit mi végeztünk, viszont azokra a talajfizikai paraméterekre, amelyek közvetett vagy közvetlen hatással vannak a közösség összetételére, nagyon kell ügyelni. És például nálunk az lett volna megoldás a szőlőben, hogy a feltalajt, amelyet keményre taposnak az a felső 3-4 centi, vagy ugyanúgy egy perjefélékből álló gyomflóra, a felszíntakaró növényzet, az ugyanígy nagyon keményen és a csapadék számára áthatatlan módon átszövött és ilyen kéregszerűen kialakult talajfelszínnél levegőtlenség tud kialakulni. Tehát az egy fontos paraméter, hogy a termelő az gondoljon arra, tehát kvázi gondoskodjon a mikroba közösségéről arra, azon tevékenységen keresztül, hogy a fizikai-kémiai paramétereket rendben tartja, és sajnos ezen fizikai-kémiai paraméterek nem mindig vannak benne az akkreditált vizsgálatsorban, mert ott sokkal inkább az elemekre fókuszálnak, ezért lehetne az agrofizikai paramétereket is kiegészíteni, akár agregátum stabilitásra, vagy a víztartalom más irányú, nem csak szállítókamás vizsgálatára, és így aztán majd kap feltételezhetően természetesen nem a világ összes talaját vizsgáltuk, meg az összes kultúrnövényt, de a mi eredményeink 10 év vizsgálat rengeteg paramétere több területéről azt mutatják, hogy az intenzitás növeléssel, a talajbolygatás intenzitásának növelésével a patogének aránya nő. Világos, jó.
Van, nagyon szépen köszönjük. Én úgy gondolom, hogy ami kérdés érkezett, én azokat igyekeztem föltenni. Nagyon szépen köszönjük ezt a részletes előadást, és köszönjük az eredményeket. Én pedig köszönöm szépen a résztvevőknek, hogy eddig velünk maradtak. Csúcsidőben több mint 100-an voltunk, de még most is 80 pluszon követnek minket. És akkor jövő héten maradunk a telebiológiánál, és akkor igyekszünk a gomboközösségekre fókuszálni Kovácsom Gábor előadásában. Barna, még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad az előhívást, és elfogadtad a meghívást, és köszönjük szépen a részletes előadást. Remélem, folytatjuk még ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, további szép estét mindenkinek, sziasztok! Én is köszönöm a kívást! Köszönöm szépen, sziasztok!